És én mondtam a beszélgetésünk előtt, hogy pont a vallással kapcsolatban, sőt Jézussal kapcsolatban, én visszatértem Jézushoz. Ez nem egy kis dolog, hogy az hogy van. Amikor ugye Hegelt olvasom meg, Kantot olvasom meg, Marxnak a, ugye olvasom a műveit, ugye, hát kötelező volt elolvasni, és Schopenhauer, és így tovább, most nem sorolom. Hát hogy van ez? Hát úgy van ez, hogy például most is, most. Mi is a probléma? Hogy szemünk előtt hasadt ketté a világ. És egy óriási rivalizálás van a kelet és a nyugat között, az egypólusú és a több születében lévő többpólusú világrend között. És amikor egyértelmű, szóval cáfolhatatlan, hogy a nyugat, na most a tágan értelmezett nyugat, amiben én beleszámolom az Egyesült Államok mellett Kanadát, az Egyesült Király, tehát Angliát röviden, Ausztráliát, Új-Zélandot, Japánt, és még a kis tigrisekből is, ugye, Dél-Koreát, Hongkongot, Tajvant, és Szingapurt. Ez ma a nyugat. Ez a nyugat feltartozhatatlanul ezt, ha van rá ide, elmondom, hogy miért, ez hanyatlik. És egyetlen dologgal lehetne leállítani a hanyatlását, ha a pénzrendszerét azt gyökeresen meg lehetne változtatni. Tehát ebből a parazita, élősködő pénzrendszerből lehetne egy igazságot csinálni, de ehhez a nemzetök feletti dollár oligarájának a közreműködésre lenne szükség. Na de mielőtt folytatom, Jézushoz akarok kitérni. Hát hogy is van Jézussal? Hát, hogy is volt, amikor Jézus 60 éves, vagyis 30 éves lett, és Kápernaumból, ahol már próbára tették, hogyha te az vagy, akinek mondod, akkor gyógyítsd meg ezt, meg gyógyítsd meg. Visszatért Názáretbe, ahol ő nem ott született, ugye? Tehát ő Betlehembe született be, de Názáretbe jött, nőtt föl. És akkor Jézus elmegy ugye a zsinagógába, mond egy fantasztikus beszédet, és bejelenti az ő küldetésének a megkezdését. És mit mond? Lukács evangélium a 4. fejezet, 19 vers. Lehet ellenőrizni. Azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy minden igazságtalanságot eltörjek, és minden szegényen segítsek, szegényen. És ezért ő meg akarja szervezni Istennek az évét. Na mi volt Istennek az éve? A jubileum év. Mi volt a jubileum év? 7x7 év, amit sokáig a zsidók is folytattak, de nem ők találták ki, mert ez már megvolt a suméroknál, az asszíroknál, a babiloniaknál, a perzsáknál, és meg a görögöknél is egy darabig. Vagyis azt mondta, hogy ő
Isten évét, a jubileum évet megszervezi, és hát az akkori, amit ma én úgy mondok, hogy nemzetközi dollár, pénzoligarchia, dollároligarchia, azok a farizeusok voltak. És az azt mondja, nem jöhet vissza a jubileum év, mert akkor nekünk mindent vissza kell adni. Tehát ma megint mi a megoldás? A Jézusi megoldás lenne a megoldás a mai világ problémára. Az az a jubileumi év? Hát ugye ezt úgy már nem lehet megcsinálni. Mert még ide hadd szúrjak be, hogy ugye a jubileumi éven túl a másik ilyen kulcs fontosságú dolog az a szombatév. És nagyon érdekes megnézni, hogy mikor volt szombatév. Egyébként 2022 szombatév, 2015 szombatév, ugye emlékezhetünk, akkor indult a migrációs válság, 2008, az meg a gazdasági válság szintén szombatév, 2001, szeptember 11 szintén szombatév. Hát természetesen, hát aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy a szombatnak különleges jelentősége van, és nem a vasárnapnak. De én most azt akarom elmondani, hogy hogyan lehetne Jézusi módra megmenteni a világot, mert azt már sokan elmondták, hogy ez a háború, amit folyik, ez folyik, de a valódi háború az a nyugat és a kelet között folyik, mint ahogy mi azt gondoljuk. Mint ahogy ezt a háborút is, ami most testvérháború, nincs különbség orosz meg ukrán között, ez egy nép mindig is egy államban, egy nyelvjárás, ennyi. Az összes többi különbség mesterségesen alakítom el, most már felneveztek legalább két nemzedéket, amely orosz gyűlölő. Tehát itt arról van szó, hogy ez a Straussista társaság csinált egy ocsmány puccsot 2014-ben. Én arról könyvet írtam erről a puccsról. És akkor én nagyon utána néztem a dolgoknak. És akik most olvassák az én könyvemet, az 15-ben jelent meg. Azok azt mondják, minden bejött, amit én ott írtam. Mert már akkor egyszerűen nem értettem, hogy értelmes, okos emberek hogy gondolhatják azt, hogy Ukrajna lesz a világ legnagyobb országa. És mindenki hajbókolni fog előtte. Az Egyesült Államok, Kína, Oroszország le fog térdepelni. A határai a csendes óceánnál lesznek, sőt azon túl az operenciás tengeren is tud. Szóval nem értettem. De hát ezt a puccsot, ezt a Straussisták csinálták, ők is finanszírozták. Az nem én véletlenül, hogy a Straussista kulcsember Robert Kagan. Azért érdemes a nevét megjegyezni, én sok tanulmányát olvastam, a mostaniakat is. Robert Kagan az egyik legképzett Straussista. És nagyon jó a publikáció. Hát nem csak a Foreign Affairs-ben, külön megvan neki a saját Facebookos, és szóval mindenütt ott van, és nagyon jó. Ő a férje Victoria Nulandnak. Ő a férje. És ez a, mondom, sok tanulmányától, mert sokat ír, és könyveket is ír. Na most, tehát ők tervezték meg, hát nem a Kagan egyedül, de hát akiket mondtunk, benne volt a Paul Wolf, Richard Pearl, Sullivan, Jack Sullivan, ő is benne volt, aki most ugye a nemzetbiztonsági főtanácsadója az elnöknek. És hát persze Anthony Blinken. Anthony Blinken mondjuk nem játszottan vezető szerepet, de Sullivan igen. Sullivan igen. Meg a Robert Kagan. Na most, tehát
ezt a pucsot 2014-ben, amit hát ugye a tüntetőknek azt szerint fizettek, hogy mi kihányat vicsa. Ezeket én a könyvembe leírtam, mert összeszedtem rá a dolgokat. De bizonyos dolgokat ugye nem mondanak, hogy például grúziai vagy georgiai zsoldosokat fölküldtek oda a könyvtártornyába, és mondták, lőjétek a biztonsági embereket, akkor a tüntetők azt hiszik, tehát azt fogják így, hogy a tüntetők lövőket szállni, lőjétek a tüntetőket, azok azt fogják így, hogy és akkor végül meg tudjuk csinálni a hatalomát. És ekkor zajlott az a bizony két étel a puccs végrehajtás előtt, zajlott az a híres telefonszbe beszélgetés a Pályát nagykövettel, a Nuland beszélt. Mert előtte ott voltak Németországból, Franciaországból, hogy rendezzék mert ugye be akarták vinni az Európai Unióba Ukrajnát, de a választott, demokratikusan választott elnök, az végül is az orosz ajánlatot fogadta el, mert sokkal jobb volt. Na most, de ezek tudták, hogy megcsinálják a pucsot, és akkor diktálta Washingtonból a Pályát nagykövetnek, Geoffrey Pályát a neve, diktálta neki, hogy meg lesz a pucs, ki lesz a miniszterelnök, ki lesz a Nemzeti Bank elnöke, mindent lediktált, és akkor a Pályát megszólalt, hogy na de hát mit fognak szólni hozzá a németek, meg a franciák, tehát meg az egész Európai Unió, mi fog ezzel szólni? És akkor mit válaszolt Victoria Nuland? Fuck the EU! Ezt már ismerem. Ezt válaszolta. Na most ezzel az történt, hogy ezt a telefonbeszélgetéset valahogy kikerült. Olyannyira kikerült, hogy fölkerült az internetre. És én is leszettem. Nekem is megvan. Tehát ezt nem lehet letagadni, hogy elhangzott. Na most, tehát ez egy elég ocsmány pucs volt. És azóta Ukrajnának nincs ukrán kormánya. Az ukrán államot nem ukránok vezetik. Az ukránok feladat, hogy halljanak meg. Kész. Meg hát lehetőleg gyengíteni, kivéreztetni Oroszországot, mert nem is Oroszország a cél. A cél Kína. És itt vagyunk, ahol vissza tudunk térni Jézushoz. Mert azért mondom, hogy ha valaki a Bibliát olvassa, és eltekint attól, hogy hát bizonyos dolgokat a természettudományokkal nem lehet összeegyeztetni, de ott mégis van olyan, valami olyan különleges tudás, ami nélkül ma sincs meg az emberiség. Ma is szükség van rá. És hogy is van, miért lett a főellenség Kína? Hát azért lett a főellenség Kína, mert Kínában is kapitalista rendszer van. De milyen kapitalista rendszer? Ipari kapitalizmus van. Termelő kapitalizmus van. Ha van tőke, a termelésbe befekteteted. Az egyik az egy pénzkapitalizmus, amit az a USA csinál, nem? Nem. Hitel, kamat és ilyenek. Mármint. Az Amerika. Ja, a nyugat. Igen. Én nyugatot mondanék inkább. Igen. Mert nem csak Amerika, de mondjuk Amerikában van a mag. Tehát, hogy ott a levegőből állítanak elő pénzt? Itt mindjárt fog jönni. De itt most azt akarom elmondani, hogy már a suméroktól,
az asszíroktól, a babilóniaktól, a perzsáktól, a görögök feléig, na ott megfeleződik. Akkor ott az volt a szabály, hogy ha létrejönnek az eladósodások, akkor azt valamilyen módon ki kell egyenlíteni. Na most ezt miért tették például a felsorolt ókori korszakokban? Mert annyira csodálatosan jó emberek voltak? Nem. Ez volt az érdekük. Miért? Mert hogyha jött egy új uralkodó, és nem csinált mondjuk egy jubileum évet, hát akkor az adós, eladósodott, akinek már elvették a nyáját, elvették a szolgálóit, elvették a feles, elvették a házát, az nem lesz, az nem fog tudni adót fizetni neki. Nem lesz katona. Nem fog részt venni azokon a közösségi munkákon, ahol közösségi infrastruktúrát építenek. Hát nézzük meg Egyiptomban, miket építettek a piramisok, de az összes többi országban is. Hát kellett utakat építeni, kellett hidakat építeni, kellett erődöket építeni, tehát közmunka. Tehát az volt a helyes álláspont, tiszta lap, nem clean break, hanem egy tiszta oldal. A clean break az egy új kezdetet, amely... Na most, és ezt mondjuk könnyebben meg tudták tenni az ókori uralkodók, mert az ókori uralkodók maguk is a hitelezők között voltak, mert ha nem volt jó a termés, nem tudott adót fizetni. És akkor ahogy úgy mondjam, az uralkodónak, az államnak tartozott. És ugyanezt lehet elmondani a különböző, tehát nem csak adóra, hanem a különböző olyan díjakra, amit azért kellett fizetni az államnak, mert ő ezt a szolgáltatást nyújtotta. Tehát valamivel könnyebb volt tiszta lapot létrehozni, de később ezek az uralkodók kötelezték a magánadósokat is arra, hogy adjanak vissza mindent, meg volt határozva, hogy mit nem kellett, mert bizonyos kölcsönök, tehát mit tudom, valaki most fölvette arra, hogy termeljen, és meg is termelt, akkor illet visszafizet. Tehát bizonyos korlátozások voltak. De a keleten is, a kelet görögöknél feleződik meg, mert mondom, fele így, fele úgy. A másik felébe engedtek annak a nyomásnak, hogy egy bizonyos törvényszerűség, ami sajnos kivéthetetlen. Ez a törvényszerűség, ez pedig úgy szól, hogyha megjelenik a pénz, és a pénzbe, ha csak kereskedelem van, nem lehet kereskedelmet folytatni pénznek. Tehát kereskedelem, pénz, és a pénzben megjelenik a kamat. Akkor a gazdaságnak az a része, amely pénz, az gyorsabban nő, mint a reálgazdaság. Mert a reálgazdaság, ez is egy törvényszerűség, 3,5%-kal tud nőni. De a pénz, amelyet eltart, az tud akár kétszeres, háromszoros tempóban is növekedni. Vagyis tulajdonképpen a pénzgazdaság lenyeli a reálgazdaságot. És ez ma is így van, tehát ezért nem szabad az, hogy pénzkapitalizmus alakuljon ki. Na menjünk most akkor vissza Kínára. Kína a kelet.
És Kínában is, de nem csak Kínában, mert ez Indiában is megjelent, és most már az oroszok is próbálják leutánozni, de hát ugye nekik a jelcini mélyből kell felemelkedni. Na most, az a szabály, hogy Kína kapitalista országgá vált Deng Xiaoping óta. És Kína nem engedte meg, hogy ugyanazt, amit a Jelciniknél megtettek, ugye, tehát egy teljes hatalomátvétel a nemzetközi dollár oligarchia számára, és a totális kirablás, hanem ugye, amikor Gene Sharp, meg Helvei érzetes, tehát a színes forradalmak legnagyobb szakértői, akik ott voltak, mint Pekingbe, és ugye szervezték a diákok tüntetését, és majdnem sikerült a színes forradalom. Ez végül is, ahogy olvasni lehet, mondjuk így, mert hogy pontosan így volt-e vagy se. Lehet, hogy nem pontosan így volt. De odáig jutott a helyzet, hogy az a hadosztály, amely még védte a kormányt, az már majdnem úgy volt, hogy megadja magát a diákoknak. Mert vagy 4 vagy 5 hétig tartott a tüntetés, és nagyon szakszerűen volt vezetve a tárgyalások minden. Úgyhogy állítólag, ugye Deng Xiaoping volt akkor a első számú vezető Kínában, és őnek voltak, tehát vannak fiai, ő már nem él, de a fiai élnek. És nézték ezt a filmet, a tüntetéseket, és állítólag azt mondták neki, hogy apu, vagy ők lesznek palacsinták, vagy mi. Döntsd el. Lényeg az, hogy a Deng Xiaoping úgy döntött, hogy ezt a már lelkileg meghódított kínai hadosztályt kivitte Pekingből, hozott egyet vidékről, és akkor volt a vérengzés, ugye 1989. július 4-én. Én ezt az egészet Floridába néztem akkor, ezért emlékszem pontosan mindenre, hogy zajlott le. És Kína megúszta, hogy kirabolják. Hadd mondjam el, hogy miközben minden oroszra több száz dollár esik fejenként, ami veszteség érte az országot, ez fordítva van Kína esetében. És ezért Deng Xiaoping után, például Cömin, ugye, aki most halt meg, ezek azt a vonalat vitték, hogy kapitalizmus a termelő gazdaságba, de az iskola ügy az magad közösségi ellenőrzés alatt állami feladat. Az egészségügy is marad közösségügy, az állami feladat. Ott nem lehet bizniszelni és profitot csinálni. Ugyanez a nyugdíjra is vonatkozik. Ugyanez arra az infrastruktúrája, hidak, utak, amelyek nélkül nem lehet élni és dolgozni se, és természetesen a lakásépítésekre. Ez különösen fontos, és nagyon érdekes, hogy oldották meg, mert éppen most volt egy nagy csőd lakás ügyben Kínában, de hogy ezt milyen így megoldották. Na most, én csak annyit akarok mondani, hogy ez a kínai rendszer oda jutott, hogy ma mondjuk így finoman beérte az Egyesült Államokat, amely Egyesült Államokban
Viszont mi történt? Hát az történt, hogy mindent, amit ki lehetett vinni offshore-ba, Kínába, de nem csak Kínába, Indiába, Latin-Amerikába, afrikai országba, azt kivitték. Mit nem vittek ki? Hát nem vitték ki a mezőgazdaságot, mert a termelő földeket nem lehetett offshore-ba adni. Az maradt. És maradt természetesen a hadipar, hát ugye, a rakétagyártás, meg az atombombagyártást, azt nem offshore-olták. És ugyanezt lehet elmondani, mondjuk a kibernetika legfejlettebb, hogy úgy mondjam, szektoraira. Tehát kibernetika alatt értem, amikor minden, hát ugye, digitalizálódik, és itt a legfejlettebb technikákat nem vitték ki. Na ez Amerika. De ez az Amerika egyre kevesebbet gyárt, mert minden vonalon járadékossá válik. Na most miért halálos ellenség a járadék? Azért, mert a járadék olyan jövedelem, ami mögött nincs munka. A járadék az a jövedelem, hogy te lefekszel este, alszol, és akármit csinálsz, reggel gazdagabban ébredsz. Ez a járadék. Amikor nem csinálsz érte semmit. Na most Amerikát a pénzoligarchia, amely a teljes uralmat átvette, és amelynek a straussisták az agytrösztje. Így függnek össze a dolgok. A straussisták alkotják a jelenlegi amerikai pénzoligarchiának az agytrösztje. Természetesen a Wall Street-en is ott vannak a bankárok, stb. Na most Amerikában egy olyan rendszer alakult ki, hogy már nem az állam tervez, nem az állam irányítja az országot, a gazdaságot, hanem a tervezés központja Amerikában a Wall Street-en van. Azok terveznek, ahol a pénzhatalom van. Na most a pénzhatalommal az történt, hogy sokkal gyorsabban nőtt, mint a reálgazdaság. És egy óriási feszültség van a kettő között. Na most ezt forcirozzák, mert azt mondják, hogy legyen minden a pénzoligarchia tulajdona, és mindenki fizessen járadékot. És ezt nem csak a lakásingatlanokra csinálják meg, hanem szépen megcsinálják az olyan óriási üzemekre, amelyek a kőolaj, a földgáz világcégek, hogy mindenütt monopol helyzetet alakítanak ki, és ahol monopol helyzet van, ott mindig rászámíthatsz járadékot. És így jön létre az, hogy Amerikában a 99% helyett ma az 1%, sőt az 1%-nak az 1%-a gyakorolja a hatalmat, és hogyan tud parazitáskodni. Most mondom. Ugye 1913. december 23-a óta akkor fogadták el, ugye a federális erőt. Azóta fokozatosan ma már ugye a fordulat 1971. augusztus 15-e következett be, hogy a korlátlanul kibocsátott pénz már nem az állam bocsátja ki. Ez a pénz teljesen fedezetlen pénzi alakult át. Sőt, ma már azt se lehet mondani, hogy fedezetlen papírpénz, mert papírpénz se, hanem csak egy elektronikus jel. Na már most. De ez az elektronikus jel pontosan azért,
mert az Egyesült Államoknak óriási hadserege van, világ legnagyobb és legerősebb hadserege van, és Kínát és Oroszországot most mintegy 800 támaszponttal, köztük rakétatámaszpontokkal, főleg rakétatámaszpontokkal vettek körül, sőt ugye két legújabb itt a szomszédunkban került fölállításra, az egyik Lengyelországban, másik Romániában. Na most, ezeket el kellett tartani. De hogyan tartotta el? Az úgy, hogy jött ki a dollár, fedezetlen akármennyi, abból költöttek a világ szinte minden részén, ott van az amerikai hadsereg, sőt most már az Egyesített Nyugat hadserege. És abból éltek. Na most, ez a pénz tehát lényegében megmaradt a világ kereskedelem közvetítő közegének, és a tartalékpénznek, de fedezett nélkül. Na most, az országok, például afrikai országok mondjuk, de ázsiaiak is, Pakisztán, stb. Ezek ebből a pénzből működtették a gazdaságot. A gazdaságnak mindig van hozama. Na most, ennek a hozamnak a feléből fedezett formában visszament az Egyesült Államokba kamatra. Kamatra. Adósságszolgálatra. A másik feléből megéltek. És ez így működött. Vagyis tulajdonképpen az Egyesült Államok, mint a parazita, élősködik a világon. És most a leginkább Európán élősködik, mert hiszen ez az egyik értelme. Mert azt látjuk, hogy Ukrajna meg Oroszország háborozik, de valójában Németországgal szemben fejezték be a teljes gyarmatosítást. Tele van amerikai helyőrségekkel, atombombásokkal is. És nemrég olvastam az Olaf Scholznak a levelét, vagyis tanulmányát, amit a Foreign Affairs-be írt. Ugye a Foreign Affairs az a dollár oligarchiának az újság, folyóirata. És ez a kiváló, aki kiváló ügyvéd volt Hamburgban, most kancellár, állandóan összekeveri, hogy rule, vagyis szabályok szerint működik a világ, és ezt megszegte oroszul, vagy törvények szerint. Hát a rule-al pont az a baj, hogy azt Amerika hozza. Ha ő támadja meg mondjuk Jugoszláviát, mindenféle ENSZ felhatalmaz, az rendben van, mert megfelel annak a rule-nak, amit ő hoz. Hát ugye most volt, hogy Angela Merkel elmondta, hogy a Minszki megállapodás célja valójában Ukrajna felfegyverzése volt. Ugye ez is olyan, hogy akkor mennyire lehet hinni azoknak a megállapodásoknak, akár szabályoknak, de még talán a törvényeknek is, amit a nemzetközi jogban hoznak. Így van. Na most, tehát Kínával az élen megjelent a Kelet, egy olyan alternatívával a parazita és hanyatló nyugattal szemben, hogy ezt katonailag akarja leállítani az Egyesült Államok. Vagyis mindent meg akar tenni a Kelet leállítására. A Kelet nem parazita? A Kelet azért nem parazita, már elmondtam, hogy kapitalizmus van, de ipari kapitalizmus. Tehát tényleges termelés elmögött. Az ipari kapitalizmus azt jelenti, hogyha van tőkét, befektetheted a termelésbe, árut kell letenni az asztalra. És ha te abból milliómos vagy milliárdos leszel, legyél. De nem keresked, nem csinálhatsz bizniszt az iskolaügyből, az
egészségügyből, a nyugdíjból, a közlekedési infrastruktúrából és a lakásból. Amit viszont szoktak mondani Kínával kapcsolatban, hogy a kínai állampapíroknak is egy nagyon nagy része amerikaiak vagy akár a Fed kezében van. Erről mit lehet tudni? Igen, ez így van. Na de akkor mondjuk meg, hogy mit jelent ez. Hát például ugye, aki látja Kínáról a fotókat, hogy ott például mennyi felkőkarcoló épült, sokkal több van már ott, mint Amerikában. És rengeteg a lakás. És a lakásoknak az árai, szóval a lakásokon, mert ugye a lakás az egyik legnagyobb biznisz Amerikában is, mert a lakás az fedezet, és annak állandóan lehet emelni az árát, és állandóan jön a járadék. Mert ugye természeti járadék is van, hogy mert a természetben csak meghatározott mennyiség van ebből vagy abból, és ott lehet monopolárat kérni. Tehát van természeti monopólium. De vannak ezek a mesterséges monopóliumok. Na most a háznál, lakásépítkezésnél, ott el tudták kérni, hogy ne adót fizess az államnak, hanem nekem kamatot. Na most hogy volt ez Kínában? Kínában létrejött óriási lakás építkezési vállalat, egy óriás vállalat, amiben nyugatiak rengeteg pénzt fektettek be, a kínai állam is, közpénzt. Na most ez a vállalat most csődbe ment. Csődbe ment. Mi történt? Az állam a neki való adósságát, mivel hogy saját magának tartozott, elengedte ennyi. És a többi nyugati befektető, sajnálom, a tőzsdén lement ezeknek a részvényeknek az ára. Ennyi. Veszített rajta Kína? Nem. Nem veszített rajta. Ez mutatja, hogy a termelőkapitalizmus más. Hát a termelőkapitalizmus más, mert ugye Amerikában biznisz lett az iskola. Hát ma egy diák, ha egy mondjuk nem LMBTQ-ból szerez PhD-t, hanem mondjuk informatikából. Annyira eladósodik, hogy élete végéig nem tudja kifizetni. Az egyetemi tanulmányok. És akkor még nincs lakása. Lakáskölcsöt is kell venni. Akkor hogy nevele, és ez csak a diákhitel. Na de akkor végig mehetünk az összes szektoron, hogy el van adósítva. És így lehetség, és most már valójában az történik, hogy a parazita pénzrendszer az teljesen a magán tulajdonává teszi, fölvásárolja a egyébként mások tulajdonában lévő világcégeket, most ő a tulajdonosa, az föléli, mint a parazita, aki megszületett mondjuk néhány millióval, úgy hal meg, hogy 50 milliárdja van, néhány millió helyett. Tehát itt az történik, hogy a pénzrendszer az ma már ilyen formában csak nagyon erőltetetten tartható fenn, és különösen a kelet és a kelet élén az Egyesült Államok, Afrikának, Latin-Amerikának, a többi, mert például India nem szereti Kínát, és mégis, mert a lakossága ma már ugyanannyi, 1400 millió indiai, és mégis Kína oldalára állt. Mert kínai módszerrel lehet fenntartani
eltartani ennyi, és még ez tovább nő. És egyébként a világ egyik leggazdagabb országáról van szó, és az egyik legtehetségesebb népéről, Indiáról. Úgyhogy a kelet feljövővel van. Na most térjünk vissza Jézushoz. Ha jézusi módszert hajlandó lenne ez a uralmi helyzetben lévő dollároligaria felvállalni, akkor neki meg kellene találni a módját annak, hogy elengedje az adósságot. Már most nem lehet úgy elengedni, mint az ókorban. Mert a hitelező és a adós közé egy egész pénzügyi rendszer épült ki. De ez nem azt jelenti, hogy egy sor adósságot simán ne lehetne elengedni. Például ilyen a diákhitel. Azonnal el kellene engedni. Mi az, hogy egy életre eladósodik? De ilyen például, amik rengeteg hitel van a kreditkártyával. Igen. Mert ugye a kreditkártyán elérsz egy bizonyos szintig, addig csak alacsony díjat fizet, de utána azt a szintet átlépett, elképesztő meg, most 47% most. Miért? Hát mi ez? Ha nem közönséges rablás. És ugyanezt meg lehetne mutatni az egészségügyedben. Hát milyen mocskos üzletet csináltak az egészségügyből. És ezt így vihetjük tovább a többi. Hát a nyugdíjrendszer milyen lett az Egyesült Államokban. Úgyhogy én ezt nagyon nem szívesen mondom, mert én őszintén szerettem Amerikát. Én akartam amerikai lenni, mert szerettem Amerikáját. És én amerikai állampolgár. De akkor Amerika még a szabadságról szólt, nem? De szóval nem ismerek rá. Persze akkor is már ott voltak, csak én azt még nem láttam. Akkor volt születőben, és, nem? És nem, korábban. Tehát ott, de még nem volt olyan durva fázisban. És az én tudásom is kisebb volt. Úgyhogy, és azért igen, nekem Amerika ma is a Habeas Corpus Act, ahol a személyes szabadságot biztosítani kell, meg a Petition of Rights, meg a Bill of Rights, szóval amelyeket ők az angoloktól vettek át, a Magna Chartától, ugye. Szóval én Amerikát nagyon szerettem. Persze, azért tegyük hozzá az igazság kedvéért, hogy nekem Magyarország mindig a hazám volt, az édesanyám, akiből egy van. Amerika csak egy szerelmi házasság volt. Szerelmi házasság több is lehet. Meg fel is bomolhat, mert felbomlott most már. De én az én édesanyámat, az Magyarország, azt én mindig szerettem, mindig, és tulajdonképpen az, hogy bizonyos dolgok mégiscsak megváltoznak, és jó irányba, hát legyünk tárgyilagosak, és mondjuk ezt ki, hogy jó irányba, akkor még jobban szeretem. Tehát én azért mindig magyar voltam, Amerikában is én magyar voltam. Én ott voltam minden magyar rendezvényen, és sőt, hát ugye Münchenben a Széchenyi körnek a titkára voltam. 5 évig. Választott tisztség volt. Én nekem meggyőződésem az,
hogy Amerikában, sőt a tágan vett nyugaton, lehetne egy jubileumi évhez hasonló nagy takarítást végezni. Lehet, hogy ez valójában tényleg rengeteg adósságot simán el lehet engedni. De nem lehet, hogy ezt tényleg csak spirituálisan lehet megérteni, és ez tényleg már csak akkor valósulhat meg, ha visszajön Jézus Krisztus, uralkodik 1000 évig, és az lesz a jubileum valójában, vagy millennium, vagy bárhogy is nevezzük. Az biztos, hogy Jézus ma élne, akkor ezt javasolná. Mert amivel ő kezdte, annak a modern változatát is meg lehetne csinálni. Na most én azért úgy gondolom, hogy ezt úgy lehetne elkezdeni, hogy eleve az oktatást kellene megváltoztatni. Mert ez a hanyatló rendszer, ez borzasztóan erős. Mondok például erre is valami megrendítőt. Lehet, hogy nem mindenkit rendített meg, de engem megrendített, hogy itt van Európa, a világ egyik legfejlettebb területe, amely sokáig a világ központja volt. És ez az ország, vagyis ez a földrész, akkor mondjuk így, ez a földrész, ez ma, most, a napjainkban olyan vezető réteggel rendelkezik, amely ugyanazokkal a szavakkal ugyanazt mondja. És ez nem más, mint a nemzetközi dollár oligarchiának a szervilis kiszolgálása. Ursula von der Leyen ennek. Most hogy lehet, de mindenki. Hol van a különbség? Jó, most hagyjuk, hogy Magyarország a kettős kaliktátból, az egyik a Európai Unió, a másik a NATO. Ebből kikiabál időnként. De kapja is érte az ütéseket. De egész Európának hogy nevelődött ki olyan bürokrata vezető rétege, művelt, tehetséges, és nem tud másképp csak a szervilis szolga hangján megszólalni. Na ez hogy? És ez a veszély, hogy ez megtörtént Európával, fenyegeti Kínát is. Mert látta ez a straussisták és a dollár oligarchia, hogy Kínának csak a ipari kapitalizmusa van. Hát elkapta Kínát az egyik legérzékenyebb pontján, és szorítja. És ez az, hogy a kínai vezető egyetemeket, Sanghajba kettőt is, vagy hanem ott hármat, Pekingbe kettőt, a legjobb egyetemet, Chinese Studies, European Studies, International Studies, két évenként mennek professzornak a CIA emberei, és oktatják azokat a kínai diákokat, akikből a kínai társadalom vezetői lesznek. Miféle kínai vezető lesz, aki például Madeleine Albright-nál szerezte a PhD-et? Madeleine Albright most meghalt, de ott tanított Kínában. Szóval, mert ugyanis Európának azért van ilyen egyhangon megszólaló szervilis bürokráciája,
mert az egyetemeket időben megszállta a pénzoligarchia. Időben, és ez Magyarországra is vonatkozik, mert én, amióta hazajöttem, sok dolgom nem volt az egyetemeken, de vannak rokonaim, vannak barátaim, akik elmondják, hogy volt egy gyerekük, aki normálisan gondolkozott a hazáját, nem volt, mit tudom én, milyen nagy haza, de szerette haza, stb. És akkor jönnek, hogy eltöltenek 2-3 évet az egyetemen, és olyan kozmopolita, komprádor, kollaboráns, neoliberális, globalista lett beszélük belőlük, hogy nem tudjak velük szót érteni. Mi van a magyar egyetemeken? Jó, gondolom, ez nem a műszaki egyetemeken van, mert ott, és nem is az orvosi egyetemeken, mert ott ugye nagyon sokat kell tanulni, és hát nagyon exakt ismereteket. De elsősorban a human tantárgyakat oktatókról valószínű meg vannak szállva, és gyártják ezeket a kozmopolita globalistákat. Ez csak, mondom, nem saját tapasztalatot mondok, hanem csak azt, hogy panaszkodtak barátaim, ismerőseim. Mi is ezt tapasztaljuk a saját generációnkban is alapvetően. Hogy nem lehet velük szót érteni, miután eltöltenek és ezek a tüntetések is, amik most vannak, ezek is valahogy ennek a jeleit mutatják. Nem akarok nagyon ebbe belemenni. Tehát viszont visszatérve Jézushoz. Tehát megint ugyanaz lenne a megoldás, amivel Názáretben Jézus kezdte. Igen. Szabadságot hirdett. Újból egy názáreti Jézusra van szüksége az emberiségnek. Hát ugye lehet, hogy itt van a kettőnk közötti világnézeti különbség, mert én hiszek abban, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, és igazságban uralkodik, igen, és lesz 1000 év itt, ami majd ténylegesen az igazság szerint. Mert egy kicsit, ha nézzük, akkor arra jutunk, hogy ezt Jézus Krisztus, vagy Isten, vagy felülről lehetne megcsinálni, emberi erőből ezt már nagyon nehéz, nem? Hát én azt tudom, hogy ezt hozzátenni, hogy én is így nőttem föl ebbe a hitbe. Csak amikor mondják, tanultam jogot, tanultam filozófiát, akkor ez nálam föllazult. De ez nem jelenti, hogy én ateista lettem. Csak megváltozott az Isten képem. Mert az emberek hajlamosak Istent elképzelni, hogy ez kicsit hasonlít az emberhez. Más, de hasonlít. És általában a fehér ember van fehér emberfélének. Képzeld, de mindjárt jön a réger. És azt mondja, hogy az miért nem réger? Miért fehér? Szóval a személyes Isten az, hát, hogy is mondjam, szükség van rá, mert azzal lehet kapcsolatot tartani. Mert hát szemben azzal a katolikus vallással, amely a leginkább eltávolodott Jézustól. Ezt nyugodtan kimondhatjuk. Sor olyan vallás van, amely próbált ebből visszakozni, és az eredeti hát hitelveket megtartani. De mégis az, hogy a tudományt valamilyen módon összhangba hozzuk a vallással,
ez egy örök probléma marad. Nekem egyébként valahogy, tehát hogy én ismerek olyanokat, akik ezt meggyőzően tudják összhangba hozni, nagyon jó tudós emberek, és hogy például a teremtésnél, hogy akkor a hét nap az valójában hét napnak számít-e, hogy a réselmélet az hogyan függ össze a teremtése, hogy vajon ezelőtt a föld előtt lehetett egy másik már megítélt föld, és valahogy az én világnézetemben és az én Isten hitemben az ilyen tudományos kérdések egyáltalán nem okoztak ellentmondás. Igen. Például. Én nagyon tisztelem, sőt irigylem azokat, akiknél így maradt. Mert ez egy rendkívül stabil, tehát iránymutató, amire mindig lehet támaszkodni. De azért ugye, amikor az ember hajla, hogy hát ebbe a teutrendszerben nem tudom, hány milliárd naprendszer van, és a mi naprendszerünk is elég nagy, és hány milliárd teutrendszer van, akkor mégis az Isten képzete az megváltozik. A méretbeli arányok. De ugyanakkor nem lehet a személyes Istenről lemondani, mert mondom, eltekintve a katolikus vallástól, amely eltávolodott, és ahol, amely olyan mélypontokon volt, mint a bűnbocsátó cédula, meg szörnyű mélypontok. De amelynél azért, hogy úgy mondjam, a kapcsolatot a papok tartják Istennel. Más vallásoknál, ha van személyes Isten, bármikor kapcsolatban lehet vele lépni, és ez óriási erőt adhat. Tehát ezt erről nem lehet lemondani. És valahogy összeegyeztetni kell. Ez egy nagy problémája volt az emberiségnek. Csak hadd mondjak rá, ugye, mert a görögség az... Hát ugye ott a, hát volt a politeizmus, ugye. És az Istenek köztük éltek. Hát lényegében az Istenek, tehát ezek az emberformájú Istenek, mind pontosan olyanok voltak, mint az emberek, egy dologba különböztek, hogy halhatatlanok voltak. Különben ugyanolyanok voltak, ugyanolyan esendők, ugyanazt csinálták. Tehát valahogy a görögség vallása az egy vidám vallás a többihez képest. De a görögök letettek egy hatalmas tudományos örökséget az asztalra, és nem csak Arisztotelészről beszélek, hanem rengetegen voltak. Ez volt Pitagorasz, aki istenként imádta a számot. Pitagorasz például, de sokan. És ezért egy feladat volt a katolicizmus számára, mint vezető egyház számára, hogy ezt valamilyen módon összhangba hozza. És Aquinói Szent Tamás ezt a feladatot, hát azt lehet mondani, hogy igen magas szinten, ha nem is véglegesen, de igen magas szinten lényegében megoldotta, mert a tomizmus az 500 évig a hivatalos keresztény, katolikus vallásfilozófia volt. És ez a probléma felmerült a zsidósággal kapcsolatban is. És ugyanezt a feladatot, amit Aquinói Szent Tamás próbált megcsinálni, azt annak nekifogott Maimonides. Én néztem a könyveit, ilyen a Staatsbibliothekben. És ezek
megpróbálták a zsidó vallást és a görög tudományosságot összehangozni. És véleményem szerint, hát az adott, mert ez volt ugye 1100, az adott korszakhoz képest igen magas szinten megoldotta. Csak hogy ő ugye Ibériai félszigeten élt, Spanyolország, nem fogadták el. Nem fogadták el úgy, hogy a zsidók elüldözték őt, aki orvos volt, rabbi volt, tudós volt, el kellett menekülnie, és Egyiptomba halt meg. Na most, körülbelül a 101 néhány évvel kapcsolatban újból jött ott egy orvos, egy rabbi, egy tudós, és neki fogott ugyanennek a feladatnak. Ezt úgy hívják, hogy Nachmanides. Na most a Nachmanides látta, hogy ha nem akar a Maimonides sorsára kerülnek, neki másképp kell a dologhoz hozzáfognia, és ő úgy gondolta, hogy úgy lehet megoldani a dolgot, hogy a zsidó vallást a lényegében egyesíti a miszticizmussal. Na most a miszticizmusnak voltak már hagyományai, de ő ezt egy nagyon magas szinten kidolgozta, megszületik a modern kabala, és ez megint azért nagyon érdekes, mert aztán a kabbalisták átkerültek például Törökországba, ahol szabadta egy szévi ember, aztán rá 100 évvel, ez már fontosabb, Jakob Frank, aki már katolikusnak született Lengyelországba, aztán Bécsbe költözött, és aztán Frankfurtba költözött. És ő kabbalista volt. Nachmanides. És hol volt ez az ember? 1773-ban Frankfurt. Ott volt akkor, amikor Mayer Amzel Rothschild, 29 éves, összehívja az akkorikor leggazdagabb zsidó pénzszerzőit. Adjuk össze a pénzt, és ahogy megszereztük Angliát, visszamentünk, a miénk a pénzrendszer. Rengeteget kellett, de kicsit elhúzódott, kicsit olyan lagybatag volt. Csináljuk meg gyorsan, keményen, Franciaországnál. És ezért ők létrehozták Ingolstadti fiatal professzor segítségével, Ádám Weisshoff segítségével Illuminátus rendet, vegyellenőrzéssel a 3 millió szabadkönyves volt, és megcsinálták azt, amit mi úgy ismerünk, hogy a nagy francia szabadkőműves forradalomnak is nevezhetjük, de azért az a mérlege, hogy a 20 millió francia meggyilkolt 2 millió franciát, és lett a 20 millióból 18 millió. A többiről nem beszélek, hogy szépen csődbe beépült a pénzrendszer, és azóta is Franciaország a nemzetközi pénzoligarchia legfelsőbb irányítása alatt él, és kizárólag szabadkönyves kormányai vannak a mai napig.